Sajnos azt kell mondanunk, hogy az ünnepek alatt is akár napi szinten 100-ával érkeztek hozzánk a megkeresések, elképesztő mennyiségű levelet kapott a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinete, mely megkeresések, mely levelek mind arról szóltak, hogyan diszkriminálják azokat a munkavállalókat, akik egyéni döntés alapján nem kívánták felvenni a Covid-oltást, és ezért elbocsájtották őket a munkahelyükről. Bár Orbán Viktor gyakran hangoztatja, hogy munkaalapú társadalomban élünk, és aki dolgozni akar, az dolgozhat. A valóság azonban, mintha nem támasztaná alá a miniszterelnök szavait. Ugyanis azt látjuk, hogy aki dolgozni akar, azt zsarolják, listázzák, majd pedig a legvégén kirúgják. Ez nem munkaalapú társadalom, de legfőképpen nem szabad társadalom, hanem Covid diktatúra. És ez a Covid diktatúra a tavalyi év végén sem csillapodott, rendőrök, tűzoltók, katonák, pedagógusok és számos más munkaterületen dolgozó honfitársunk keresett meg minket, azzal ugyebár, hogy kirúgták őket munkahelyükről. Természetesen a Mi Hazánk Mozgalom minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy segítsen ezeken az embereken, ugyanis széleskörű nemzeti ellenállásra van szükség, és ez fontos hangsúlyozni, ugyanis hatalmas az ellenszél, és ezért szólítunk mindenkit, hogy tartson velünk, mert csak így vethetünk véget a Covid diktatúrának, és olyan esetek is megtörténtek, ezt még mindenképpen utólagosan közbe kell szúrnom, amelyek már ugyan nem munkaügyek, de elképesztően felháborítóak, hogy például egy asszony, akinek súlyos alapbetegsége van, egész egyszerűen levették a transplantációs listáról azért, mert nem vette fel az oltást, és bármilyen borzalmas, ki kell mondani, hogy ezzel közvetlen életveszélybe sodorták, ezért is van szükség széleskörű nemzeti ellenállásra, ezért hívunk mindenkit január 16-án 3 órai kezdettel egy tüntetésre, mutassunk erőt, mutassuk meg, hogy a magyarok nem kérnek a Covid diktatúrából, hanem szabadon szeretnénk élni.